ez de jó. Használt. Ezen 3-14 fok lehet, és valennyi téli hosszúgatya, SPD-be, egy zokni, rajta mókult kamásli, fent, valennyi téli hosszú rikittó, az fölött meg ez a puma felső, ez elméletileg egy futómez, jó szellős, hátul. Mellbe meg véd, a tök jó. Egy kellemesebb, mint ez a Bétvin biciklis téli kabát. Könnyebb, enged mozogni. De az ilyen 13-14 foktól jöhet. Egész jó. Thank you.
itt egy hét alatt nem történt változás. És ez a fa nem kell senkinek, mert ide be lehetne jönni érte, ugye? De a 30-et forgatom el, az jó. Csak lazán, lassan, ez az pihenés. Amikor jól esik. Igen, egy kis eső színesíti a programot. Látok, ez biztos, hogy jó. Picit csúszik. Nem lehet olyan nagyon nagy sár. Végülis tegnap csak egy napig, tegnap előtt egy napig szakadt az eső. Azért van itt víz. Mi a franc alatta? A szalagoknál ilyen furcsaság. Mitől? Szerintem ez biciklizési hiány adta. Egy hete nem volt terhelve. Majd most megkapja. De nem tűnik olyan nagy sárnak. Egy nagy a fék, és csúszik, úgyhogy jó volt, hogy ilyen lassúra vissza engedtem a tempót. Ragad, csúszik, fröcsög, de jó ez a köcsög. Ez itt most hogy is jó, így. Innéltől már mindegy a ruházatnak. Semmit. Hát ez. Jó. Jó gurul a váz. Ja, fel a kumpál a gumi. Három légkör hátul, 2,5 légkör elől. Hú, milyen kis
tuti járgány jön. Egy guruló ágy. Minden Monty Python filmből lépett volna ki. Köpög az eső. Jaj, de jó. Lemossa a sarat, ami a biciklin maradt. Lemossa a sarat, ami a ruhámra ragadt. Tisztítsa a lelkem, tiszta leszek már. Körbe érek, jövezni is fáj. Jaj, de jó.
30. forog el. Szerintem a kemény gumi, nem hiszem, hogy a pihenés, hogy a kemény gumi plusz a pihenés. Gyorsnak érzem magam. Kiszabadult az egóm a palackból. Tényleg a palackra jut eszembe. Na, ilyen a pofám is. De a szoróhely az és itt fogyott el a lendület. Tekerj bele egy kicsit. Az északi sark telé volt. Talán pont egy hete. Az eső. Még az erdőben meg se értem, utána meg már csak egy negyed kör meg haza. Ez mennyi lehet? 3, max 6-8 km. Meg innét ez az 1-2. Szóval már csak 10 km esős. Nem is olyan sok. Ugye az erdőben nem érezni az esőre. Neki József, ez az. Jó lesz ez.
napos volt. Ki akarják vágni, vagy csak belevágtak, és hitre kerültek, a fotón vagyok, nem túl kemény. Pihenő, itt nem érhet az eső. A hatalmas lomb korona megvéd az esőtől. Látszik, mennyi a lomb. Azért nincs lomb, mert tilalomb van, azaz tél. Hangja is a magyar népdal, lomb, lomb, tilalomb. Véznák a cinegékre, ne lőjetek az erdőbe, bum! Jaj, de jó! Gyorsul! Gyorsul a drót! Ez az! Jaj, de jó esőszak van! Tiszta, erdei levegő, esőszakban. Hú, szemeg, de jó. Aztán, de finom. Ennyi férne. Vigyünk haza. Tiszta levegőt a tüdőbe. Igen, az a csoki. 100 gram csoki. Az félkör itt a csocsi. Jár az a vacsor majd, remélem. Az lemész az hallója fölött zenélek el itt. Szembeszél van, de tóni kell neki lefelé, hogy ez nem egy lejt. Vagy ragad? Vizes lenne az úton? Hát indulj már meg! Kemény a gumi, de még sem megy. Kicsit esik. Ez a kis eső, jobb időt lehet venni. Hát jó, a kanyarok csúszósak, de a strandról és a Looking Center elől, illetve a végéig eltűnnek az emberek,
ugye az eső visszafújja őket, a gépjárműveiken át, a szalonnás, zsíros csokoládés potolók, és jól el lehet férni így egymás mellett. Én a desedokkörön ők az ágyban, nagyon jó, hadd menjünk, bírja ez a 30-ast, 30. fokozat, és visszavárjunk. Egy takon ki visszavár, híd és pörög. Se lenne szar, azt hiszem, csak sem kéne ledobni. Jaj, de finom. Aztán így szoktam lenni. Elfér el. Jó, hát csúszhat. Se baj. Jó, meleg van. 14. Keni a láncot a víz, hogy legalábbis hűti. Az ember első lelkes, fényződik a jelle. Motor, gáz nem kell. Tekerni kell. Izomból, amit a zsír kitombol. Fogyasszuk a kalóriát, lélekből nyerjük energiát. Tegnapi úszásnál is mondjuk fordulókra voltak. Mondok, hogy engedj kell.
Ez az. 29 benne. És a 30. Hát 30. Este fokozat. Pont délnek megyünk. Ez a csengő iránytű nem hazudik. Ismét 30. Hadd szóljon. Azért vannak. Yeah.
Itt kéne ide? Ez könnyen megy. 28. Ez az. Így nehéz. Ez az. És marad a 28. Ilyenkor lenne jó a kormányról vezérelhető. Sőt, elólok. Nem kéne itt beszúrba, az mekkora szar volt. Szar lett volna belemenni. Arton csapott volna a fos. Közben már nem is esik. Lehet, hogy csak a tónál esik. Szóval volt. Ez olyan kedvenc fokozat. Laza.
tempóhoz. Itt is felmegy, hogy elő a középen, hát túl a legnagyobban. Megint 28-29. Ilyen kiderül 28 volt. Itt az a 30. Ooh, there we go.